Az elmúlt hetek jó felkészülését követően a bajaiak bizakodva utaztak Dunaújvárosba. Gálos Tamás összesen 7 tanítványát nevezte a Duna kupára, 4 fiú és 3 hölgy sportolónk húzott kesztyűt. A gyengébbik nem képviselői bemutató mérkőzéseket vívtak, melyek során a bajaiak jól és bátran mozogtak a ringben. Nagyon jó teljesítményt nyújtottak, 3 lányt vittem, ebből 2 nehéz súlyú volt, egy ifi és egy felnőtt. Ők is bemutatóztak, és hát volt egy 54 kilóba, aki felnőtt magyar bajnok ezüstérmes, most nemrég igazoltuk le, a Tiringer Enikőt, aki egy szintén magyar bajnok ezüstérmese boxolt, a kislány az lejjebb volt egy súlya, abban volt magyar bajnok ezüstérmes, és elmondható, hogy egy nagyon jó csatát vívtak, ugye Enikő az nemrég tért vissza, fél évet kihagyott. A fiúk pedig éles mérkőzéseket vívtak, melyek közül kiemelendő Balog Ádám összecsapása. A bajai fiú látványos KO győzelmet aratott, ami egy külön díjat is eredményezett a számára. A fiúknál volt a Malukán Erik, az a döntőbe vereséget szenvedett, és a Balog Ádám, az pedig egy Ferencvárosi tornaklubos srácsa boxolt, egy nagyon kellemetlen, nagyon magas gyereke, ő 81 kilóban, azért ott már vannak pofonok, és hát az Ádám az első menetben sikerült neki egyszer megszámoltatni, és közvetlen a számolás után már észrevettük, hogy gáz van, és ugye küldtük rá, hogy ez egy egyenesse és egy alsó horoggal próbálja megütni, ami sikerült is, és be is tudta fejezni, tehát kiütése győzött az Ádám. A mostani torna jó felkészülés volt a közelgő korosztályos országos bajnokságokra. Szintén a közelmúltban a bajai egyesület másik nagy reménysége, Zarándó Péter a második helyen zárta az olimpiai reménységek versenyét. Péter a döntőben egy ukrán öklözővel szemben maradt alul, és lett ezüstérmes.